Szóval kedves barátaim, sok-sok szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok! Megyeri Jonatán vagyok, Óbudán vagyok, kedd van. Mindig azt mondom, hogy kedd van, de ha kedd van, akkor tehát Óbuda, de ez azért nem van ez mindig így, kivéve amikor valamiért nem. Most olyan kedd van, amikor itt vagyok, női tanulókörben, hölgy koszorúban ülök, jó étvágyat kívánok, itt megy az étel, ital, eszem iszom, dínom dánom. Közben pedig jó ebédhez szól a tóra, úgyhogy gondoltam, hogy valamilyen tartalommal, spirituális tartalommal is töltsük meg a fizikai tartalmat. Jó estét kívánok mindenkinek, aki online csatlakozik. És ez az adás nem, ez kedden van rögzítve, de nem kedden fog kimenni értelemszerűen, vagy hát nem értelemszerűen, de mindenképpen ne, de nem kedden. És ezeken a tanuló sessionökön, ezeken az alkalmakon, amikor beszélgetünk, akkor beszélgetünk sok-sok mindenről, de általában azért valamilyen, keretezzük valamilyen téma köré, vagy sorvezetőként használunk valamilyen témát, aztán hogyha kalandozunk, akkor hát kalandozzunk. Egy kalandozást már most be tudok ígérni, mert a téma, amiből felkészültem, vagy amiről gondoltam, hogy beszéljünk ma, az Omer számlálás idején vagyunk, az Omer számlálás önmagában is felvet egy izgalmas kérdést, amely nem csak ehhez a micvához, hanem úgy általában a micvákhoz, a parancsolatokhoz kapcsolódik. Igen. Erre jött eszembe, ne haragudj, majd na tessék. Egy probléma, vagy ha majd szeretnél, akkor egy témát majd, hogyha bedobni. Nem, jó. Igen, csak most jutott eszembe. Lehaim. A kohének áldásáról, hogyha majd tartaná, hogy mit kell akkor csinálni. Kohaniták áldásáról. Kohaniták jó. Áldásáról. Jó, beszéljünk arról, de nem most, jó? Jó, beszéljünk arról, akkor legyen az a jövő heti téma, hogyha gondolod, akkor legyen a kohaniták áldása jövő heti téma. Mindig bajban vagyok a témákkal, úgyhogy ha segítetek ilyen ötletekkel, akkor az mindig tök jó. És hát ezúton is kívánunk mázal tovot még egyszer a gyönyörű unoka születéséhez, így nagyobb, tágabb publikumban is, tágabb körben is, és jó egészséget, neveljétek a kis unokát többi unokával, dédunokával, ünkunokával együtt. Isten segít jó egészségben, gazdagságban, bőségben, mind testiekben, mind lelkiekben. No, ugye a helyzet az az, igen? Mertem magamnak egy táblázat, ott az Omer számlálás. Jaj, de jó. No, jó. Omer számlálás. Ugye mi az Omer számlálás? Azt nem tudom, hogy ki az, aki tudja, ki az, aki nem tudja, vagy tavalyról ki az, aki emlékszik, vagy esetleg más korábbi tanulmányaiból, ki az, aki ne adj Isten, vagy adj Isten, gyakorolja is ezt a gyönyörű micvát, ezt a régi micvát. Tórai parancsolat tulajdonképpen számlálni a napokat Peszach ünnepe és Sávuot között, Mimacharat HaShabbat, azaz az ünnep másnapjától, tehát Peszach második napjától kezdve számolunk 49 napot, és a heteket, napokat és a heteket számoljuk, tartunk egy felfelé növekvő számolást, és az 50. nap lesz Peszach második napjától kezdődően Sávuot ünnepe, az aratás ünnepe, vagy a úgynevezett hetek ünnepe, Sávuot, ugye azt jelenti, hogy hetek, és hát azért nevezi a Tóra hetek ünnepének, mert az 50. nap, tehát 7x7 után van, 7x7 az 49, és az 50. nap Sávuot, tehát a hetek ünnepe, ugye 49 nap telik el a két ünnep között, egész pontosan Pészach második napja és Sávuot között. Ugye ekkor hozták az úgynevezett Omer áldozatot. Az Omer az egy űrmértékegység. Az Omer áldozatot a Jeruzsálemi Szentélyben árpából. Azért árpából, mert az a legkorábban termő gabonaféle. És csak az Omer áldozat bemutatása után lehetett enni az új gabonából, előtte a régi gabonát kellett, a tavalyi gabonából lehetett csak fogyasztani, azután lehetett az új termésből, az új gabonából fogyasztani. Tehát ez a tórai parancsolat,
És ez a ennek a tórai, ez a tórai parancsolat dacára, hogy nincs ma már jeruzsálemi szentély, és nem tudjuk bemutatni az árpa áldozatot, ennek dacára a számolás maga, számolás micvája, parancsolata, ezt nekem töltötted ezt a vizet esetleg? Lesz. Tényleg? Igen? A számolás parancsolata az ma is érvényes, vita van a rabbik között, hogy ez egy tórai parancsolat ma, vagy egy rabbinikus parancsolat, azzal a legtöbb vélemény szerint ma ez egy rabbinikus parancsolat, tekintettel arra, hogy a szentélyhez volt kötve. Miért csináljuk ma mégis, hogyha nincsen szentély és nincsen Omer áldozat, ez az árpa, friss árpa áldozat, azért, mert hogy ne felejtsük el, ne merüljön feledésbe. Ugye sok olyan micva van, vagy több olyan micva is van, amit azért csinálunk, hogy nem merüljön feledésbe. Például a kézmosás a kenyér előtt, ami hát, hogy mondjam, egy kicsit ilyen lengyeles módon, vagy hogy így is mondják, ilyen polis módon megmagyarázható, mert ugye a kohanitáknak kellett megmosni a kezüket, meg a lábukat, mielőtt az áldozatból ettek. Tehát nem mindenkinek, és nem minden étkezés előtt, de mégis erre való emlékezésül mossuk meg a kezeinket étkezés előtt, kenyérevés előtt, hiszen az ember asztala Isten oltára, vagy olyan, mint Isten oltára, és akkor így került be ez a micva, de hasonló micva például... Halavétel, igen, halavétel, ami szintén ugye a tésztának egy bizonyos mennyiségű tésztát, ha gyúr az ember, abból egy kis részt ki kell csippenteni, és manapság elégetjük, régebben a kohanitáknak, a papoknak juttattuk el, ez volt az ő tészta adójuk, adót fizettünk a tésztából, és így tovább. Tehát több ilyen micva, több ilyen parancsolat, az Omer számlálás az egyik. Most az Omer számlálás, este történik, tehát a nap, miután a nap lemegy, sötétedés után. Miért? Vajon miért? Mert akkor kezdődik egy nap. Ugye a napok este kezdődnek, és van egy általános szabálya a zsidó vallásgyakorlásban, és az pedig az, hogy egy minden micvát igyekszünk az első lehetséges alkalommal, az első adandó alkalommal megcselekedni. Ezt Ábrahámtól tanuljuk, ezt a szokást. Ugye, amikor Isten megparancsolja Ábrahámnak, hogy áldozza fel egy fiát, Izsákot, akkor azt olvassuk, hogy miután ez a parancsolás megtörténik, éjszaka Ábrahám álmában, akkor Ábrahám föl kell korra reggel is, meg is indul. Tehát nem kertel, nem húzza az időt, hanem rögtön neki indul és teljesíti Isten parancsát, korra reggel, vagy Áskám Ábrahámba boker, föl kell Ábrahám korra reggel. Úgyhogy tőle tanuljuk, hogy egy micvát érdemes az első adandó alkalommal, amennyiben ez lehetséges megcselekedni. Mint az Éva. Éva? Éva? Ajjajaj. Te? Hajvé. Jó, hát minden forradalom. Jól van, nem miattad mentem. Ennek így kellett tenni. Jól, nehéz. Oké. Okay. Szóval minden micvát első adandó alkalommal csinálunk. Ugye ennek a parancsolatnak, és most nem is annyira gyakorlatról szeretnék beszélni, inkább a háttérről vagy a filozófiáról, de ennek a parancsolatnak ugye a szabálya az tulajdonképpen az, hogy amikor az esti ima végén elmondunk egy áldást, áldását örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki megszentett bennünket parancsolatával, és meghagyta nekünk az Omer számlálását, és az áldás után elmondjuk, hogy ma van az Omer valahanyadik napja. És ez a szöveg megváltozik az első hét után, mert a Tóra azt mondja, hogy nem csak a napokat kell számolni, hanem a heteket is, ezért, hogyha amint eltelik egy hét után, mert azt mondjuk, ma van az Omer, nem tudom, 8. napja, ami egy hét és egy nap az Omerben. 9. napja, ami egy hét és két nap az Omerben, és így tovább. Mit tudom én, ma van az Omer, nem tudom, 35. napja, amely 5 hét az Omerben. Vagy valahogy így, és akkor így megyünk szépen egészen 49. napig.
Este kell számolni, hogyha valaki nem számolt este, akkor napközben köteles bepotolnia a számlálást, de már áldás nélkül, akkor már nem tud áldást mondani. Hogyha pedig egy napot kihagyott, se este, se erre nem, nappal nem számolt, akkor onnantól kezdve is köteles számolni, de már este se tud áldást mondani, mert bukta ezt a micvát. Ennek a micvának a lényeg, ez egy hosszú 49 napon át tartó micva, amiben az építő elemeket minden nap tesszük bele. Miért boldogat? Vagy? Hát csak azért, mert hallottam olyan véleményt, hogy még nincs eldöntve, hogy ez egy micvának számít, vagy minden nap külön micvának számít, és akkor mégis megvan engedve. Bárhogy is legyen, hogyha egy micvának számít is, nem is, akkor is... Hogy? Nem mondjál áldást, tehát jobb mondani, jobb ne, a bizonytalan helyzetekben egyébként jobb nem mondani áldást, mint mondani. Több okból egyébként, a jog szerint. Egyrészt azért, mert maga az áldásmondás az egy rabbinikus kötelezettség. Bármilyen micvára, nem csak erre, bármilyen micvára, maga az áldásmondás, egy micva cselekedet előtt, az egy rabbinikus kötelezettség, és az általános szabály az, hogy ha bizonytalanok vagyunk abban, hogy hogy mit kell csinálni, akkor ha tórai parancsolatról van szó, akkor mindig szigorú elv szerint megyünk, ha rabbinikusról van szó, akkor meg mindig a könnyítő elv szerint megyünk. Mondok egy példát, hogyha az ember elfelejtette, mondjuk, hogy mit tudom én, imádkozott-e már reggel, jó? Elfelejtette, hogy imádkoztál reggel, akkor nem kell reggel újra imádkozni, mert az imádkozás legtöbb vélemény szerint rabbinikus törvény is, és akkor nem kell bepótolnod. Viszont ha elfelejtetted, hogy mondtál esmát, vagy nem mondtál esmát, az viszont tórai parancsolat, akkor el kell mondani a smát még egyszer, mert az egy tórai parancsolat. Tehát, hogy általában ez az általános szabály, talán az ima az nem olyan nagyon jó, mert sokan azon a véleménye van, hogy például a Maimonides is, hogy az imádkozás is tórai törvény, de általában ezt lehet mondani. Általában ezt lehet mondani az áldásokra, hogyha bizonytalan vagyok abban, hogy kell áldást mondani, mondtam-e már áldást, vagy bármilyen hasonló bizonytalanság lép fel, hogy az ember nagyon sokszor megszokásból, gyakorlatból csinál dolgokat, és elfelejti, hogy hú, úristen, nem is tudom, mondtam áldást, bár benne vagyok az étkezés közepén, mondtam-e áldást, akkor nem kell visszamenni áldást mondani, mert még egyszer, ez egy rabbinikus parancsolat. Ha viszont elfelejtettem, hogy mondtam-e étkezés utáni áldást a kenyérre, az már egy tórai parancsolat, ott már meg kell akkor ismételni, mert ott elfelejtem, mert a kenyéráldás étkezés után az viszont egy tórai parancsolat, és akkor ott már a szigorítás felé megyünk. Ugye tórai parancsolatoknál bizonytalanság esetén szigorítás felé megyünk, rabbinikusoknál pedig. Ezért, többek között ezért érdemes tudni, hogy melyik parancsolat rabbinikus és melyik tórai. Nem a komolysága miatt, mert mind a kettőt becsüljük és mind a kettőt megtartjuk. Nem mondjuk azt, hogy ez csak egy rabbinikus parancsolat, akkor ezt hagyjuk. Nem. Sőt, még éppen ellenkezőleg, de ha bizonytalanság van, akkor rabbinikus parancsolatok esetében a könnyítés irányába megyünk. Úgyhogy vita van valóban arról, hogy az Omer számlálás az 49, az senki nem mondja szerintem, hogy ez 49 különálló micva volna. A 613 parancsolatban listázva, ugye több helyen listázták a 613 parancsolatot, sehol sem szerepel 49 külön parancsolatként, de mégis az egy vita lehet, hogy ez egy hosszú parancsolat, vagy egy parancsolat, ami 49 részből áll, és akkor felmerül a kérdés, hogy vajon miért mondunk áldást minden nap, és nem pedig csak mondunk egy áldást. Egy első nap, hát azért, mert a többségi vélemény az, hogy ez egy olyan micva, ami 49 részből áll, és akkor ezért mindegyik részteljesítésekre is kiállítunk egy csekket, ugye számlát állítunk ki a részteljesítésre, hogy könyvelő nyelven fogalmazzunk. Milyennek a micvának a lényege, amellett, hogy a Tóra megparancsolja, de miért kell számolni napokat? Miért kellett számolni? El kellett hozni az Omer áldozatot, rendben van. El kell teljen 49 nap, vagy 50 nap Pészach második napja és Savuot között, rendben van, de miért parancsolja meg? És nincs a rabbi között egy
egy misztikus elképzelések vannak, nem de... Biztos, hogy nem felejtjük el. A számoljuk, biztos, nem felejtjük el. Igen, ha számoljuk, biztos, mint sávotot tartani, de hát mi nem számolunk, akkor sávot és rossesenek között, mert nem számolunk, tehát hogy nem felejtenénk el valószínűleg. Ugye a kabbalisták, a kabbala, a zsidó misztika nyúl hozzá ez a parancsolathoz előszeretettel, és beszél arról a fajta lelki fejlődésről, amelyen az ember keresztül megy Pészach és Sávolt között. Ugye Pészach, mi történt ezen a két ünnepen? Pészach az egyiptomi kivonulás ünnepe, Sávolt pedig a tóraadás, a Szinájhegyi kinyilatkoztatás évfordulója, akkor Mózes 50 nappal később az egyiptomi kivonulás után elérkeztek a zsidók a Szinájhegyre, pontosan 40 néhány nappal később, és az 50. napon Isten megjelent a zsidó népnek, a teljes zsidó népnek, és átadta, megjelent a Szinájhegyi kinyilatkoztatás, hogy a Mózes fönn van a hegyen, Isten mondja, menj dörög a 10 parancsolat, pont, ugye az Isten, ahol az első két parancsolatot maga mondja a zsidó népnek, a más, további 8-at már Mózes közvetítésével, és ez a reveláció az isteni kinyilatkoztatásról majd még fogunk beszélni, ez pedig egy olyan alkalom ugye, a történelemben, amelyhez hasonlóról nem volt szó, vagy nem volt példa, sem előtte, sem pedig azóta nem volt arra példa, hogy Isten megjelenik 2-2,5, akár 3 millió embernek, tehát a teljes zsidó nép előtt mindenki átéli ezt a transzcendens Isten élményt, amelyet a zsidó nép átélt ott a Szinájhegyen. Ugye erről már korábban beszéltünk, amit a Rambam mond, a Maimonides mond, Moshe ben Maimon rabbi, a híres 12. századi filozófus, hogy a zsidó hit egyik, az egyik bizonyítéka annak, hogy a zsidóknak igazuk van, tehát hogy a zsidó hit az legitim, vagy valós, az pont ez, hogy mi nem kevesebbet merünk állítani, mint azt, hogy Isten megjelent a teljes zsidó népnek 3336 évvel ezelőtt, pontosabban 3335 év és 11 hónappal ezelőtt, most lesz Sávótkor 3336. évfordulója a Szinájhegyi kinyilatkoztatásnak, 2448-ban a világ teremtése után volt az egyiptomi kivonulás, és Isten megjelent a teljes zsidó népnek. Ugye ezt, erre nem volt precedens soha korábban, hogy valaki ilyet merjen állítani. Ugye? Hogy ekkorát, ha úgy tetszik, ekkorát hazudni nem lehet. Ha ez hazugság volna, ekkorát hazudni az nagyon bátor dolog. Ez nagyon bátor. Hogy? A Moshe Emet. Moshe Emet az azt jelenti, hogy Mózes igaz. Tehát, hogy ezt folyamatosan mondjuk, hogy a Mózes igaz, tehát a Szinájhegyi kinyilatkoztatás az a hitünk egyik fundamentum, a hitünk egyik alapja, hogy elhisszük azt, hogy Moshe Emet, Letorato Emet, Mózes igaz, és a Tórája igaz, amit Mózes adott nekünk Tóra, az volt az a Tóra, amelyet őseink megkaptak Szinájhegyen, az az Istentől való törvény, annak az összes betűje, a több mint 311 ezer betű a Tórában, ez az, amit Isten adott a Szinájhegyen. Ilyet senki nem mert állítani korábban. Ugye sok más vallások, és most nem összehasonlítgatok, meg Isten ments, hogy bármi rosszat mondjak bármilyen vallásról, mert nem ez a cél, és nem is hiszem azt, hogy minden vallásnak megvan a maga szépsége, és hagyományai, és úgy tetszik, a maga igazsága is biztos megvan. De ilyet senki nem mer állítani. Olyat állítanak más vallások, hogy Isten megjelent egy embernek, megjelent egy tucat embernek, megjelent néhány száz embernek, de olyat, hogy 3 millió embernek, olyat senki nem mer állítani. Az durva. Ugye, ahogy azt hiszem, Abraham Lincoln fogalmazott úgy, hogy sok embert átverhetsz kevésszer, kevés embert átverhetsz sokszor, de sok embert sokszor nem tudsz átverni. Tehát olyan nincs, hogy 3 millió embert át tudnál verni. 3000 év óta ne lett volna senki, aki azt mondja, hogy... Ugye? Most képzeljük el a szituációt. Ugye, megtörténik a Szinájhegyi kinyilatkoztatás. Másnap beszélget két zsidó a Szinájhegyen ott a táborba, és azt mondja az egyik, tegnap volt a Szinájhegyi kinyilatkoztatás, Isten megjelent. Másik azt mondja, hát én is itt voltam, nem történt itt semmi, ugye? Kész, vége, itt meghal egy ilyen, akkor fake news, akkor onnantól kezdve kész, borul a sztori, ugye? Borul a sztori, vagy valaki azt mondja, apám azt mesélt, hogy ott volt a Szinájhegyi kinyilatkoztatáson, és ott volt minden zsidó. És a másik azt mondja, az én apám ilyesmiről nem beszélt.
Kész, fake news a dolog, meghal, a történet még mielőtt terjedne, azelőtt meghal. Most az, hogy 3336 évvel később vannak olyanok, akik megkérdőjelezik azt, hogy ez megtörtént-e vagy sem, ez nem egy mostani fenomenon, ilyesmit ma is látunk, ugye? Pont tegnap jártam Auschwitzban, és eszembe jutott a Eisenhower... Tegnap voltam Auschwitzban. Hát meg másik 4000, vagy nem tudom, 6000 életmenetén voltunk, úgyhogy sok ezeren voltak, majd kiteszem a videót a héten. Hogy? Nagy megemlékezés volt, és eszembe jutott Eisenhower tábornok szavai, aki, hát akkor nem néztem utána, de nem emlékszem, melyik tábor szabadította föl Eisenhower, az amerikai csapatok, Eisenhower tábornok talán, vagy ott volt, vagy járt Auschwitzban, vagy talán Birkenauban, tehát hogy vagy lehet, hogy okay. És akkor mondta a katonáknak, hogy fényképezzetek le mindent, és filmezzetek le mindent, meg minden dokumentumot, minden bizonyítékot, mert eljön majd az idő, amikor az emberek nem fogják elhívni, hogy mi történt. És Eisenhower, ha nem is volt proféta, de nagyon jól látta azt, hogy mi fog történni, lesznek akik azt mondják, hogy ez meg se történt, ugye? És még csak nem is 80 évvel a borzalmak után, hanem néhány évvel a borzalmak után. Hova tovább? Október 7-e, ugye? És már most, néhány hónappal, vagy akár néhány héttel a szörnyű palesztin terrorcselekmények után vannak olyanok, akik azt mondják, hogy az egész ez egy kamu, ugye? Holokamu, meg nem történt meg, meg a október 7-e se történt meg, az egész csak a Mossad kényszerképzete. Ugye a 9-11 is biztos az amerikai a konspirációja volt, az ikertornyok, ugye? Tehát vannak ilyen őrült konteók, meg őrült hipotézisek, úgyhogy nem kell elteljen 3335 év, hogy legyenek olyanok, akik azt mondják, hogy ez biztos meg se történt. Ugye, mint a viccben, amikor a kón sétál a fiával az állatkertbe, és akkor valamikor a század előn, és meglátja a gyerek a zsiráfot, nagyon nézi, ilyen fura állat, mire mondja neki az apja, hogy fiam, nem kell mindent elhinni, amit látsz, ilyen, itt ilyen állat nincs is. Ugye, tehát, hogy hát nem, igen, szóval, hogy nem, vannak olyanok, szóval ez nem egy, hogy mondjam, ez ilyen az emberi természet, és a propaganda, és a fake news propaganda, az nem egy mai találmány. Történelem hamisítás sem egy mai találmány. Nem egy mai találmány, még csak nem is a 20. század szüleménye. Ezt már a rómaiak is csinálták 1900 évvel ezelőtt, amikor Jeruzsálemet átnevezték Alea Capitolinává, és Izraelt átnevezték Palesztinává a filiszteusok után. Ugye, mert palesztinok nem léteztek, ma sem, igazából etnikailag ma sincs ilyen nép. Filiszteusok voltak, az viszont egy krétai, egy görög szigetről származó népcsoport volt, akik Gázában éltek amúgy a Biblia időkben, ez kétségtelenül így van. Pölistimeknek hívták őket, filiszteusoknak magyarosan, vagy görögösen. És a rómaiak, amikor kiűzték a zsidókat a Szentföldről, vagy a többségüket leromolták a Szentét, akkor meg akartak szüntetni minden zsidó kötődést, és akkor az akkori Júdeát, Jehudát, Izraelt átnevezték Palesztinává, és ezzel is borsot törve a zsidó korra alá, Jeruzsálemet meg Alia Capitolinává, de aztán a kereszténység elterjedésével a név az visszajött Jeruzsálemnék, de hát ugye azóta is vannak, akik tagadják, hogy a zsidó népnek bármilyen köze lenne ez a földhöz. Szóval a történelem hamisítás az nem Sztálinnak, meg Mao Tse-tungnak, meg ki tudja, Rákosi Mátyásnak volt a kedvenc hobbija, hanem bizony ez egy az emberiséggel egyidős dolog. Hogy kerültünk ide, azt most nem tudom. Szinahegyi kinyilatkoztatás. Most ugye a Kabbala arról beszél, hogy van, hogy a hét misztikus szféra, föl is írtad, ugye? Ugye a Chesed, a Gvura, a Tiferet, a Netzach, Hod, Yesod és Malchut, ugye van, beszéltünk már róla a tízen belül 3 plusz 7 misztikus szféráról. Beszéltünk, de megismételem. Nagyon röviden, hogy miről van szó. Nagyon-nagyon röviden. Van egy koncepció a zsidó misztikában, a kabalában, amit szféráknak hívunk.
a szférák azok dimenziók lehetnek, vagy valami hasonlóként lehetne fordítani, vagy inkább másféleképpen viszonyrendszerek. Szintekbe rakható, tehát egymás alá fölé sorolt szintekbe rakható viszonyrendszer, ahogy Isten a világ és az emberiség felé viselkedik. Egy ilyen viszonyrendszer, ez a 10 szféra. Ez a 10 szférából az első három az intellektuális szféra, Hochma, Bina és Dát, a tudás, értelem és bölcsesség. Bocsánat, muszáj fölvennem ezt a telefont, megállítom egy pillanat. Szóval a 10 szférából az első három intellektuális, tudás, értelem és bölcsesség, ezek a legalsóbb szférák, és a fölötte lévő szférák, vagy ezekből, ha úgy tetszik, ezekből a következő szférák, azok emocionális vagy érzelmi szférák. Igazából a dolog csereszabatos, tehát körkörös. Az azt jelenti, hogy lehet nézni alulról is, meg lehet nézni felülről is. Ugye a zsidó, a haszid filozófiában, a kabbalisztikus filozófiában az érzelmek, az értelem alá vannak rendelve, nem pedig fordítva. Ez azt jelenti, hogy ellenben azzal, amit lehet, hogy nem is fogunk tudni sokkal tovább jutni, mert ezen a témán azért ezen még fogunk üldögélni egy kicsit, de ugye a haszid, illetve a kabbalista filozófia szerint az ember képes uralkodni az érzelmein. Az agy a szív felett áll. Moach soletál a lev, az agy uralkodik a szíven, és nem pedig fordítva. Ez némileg szembe megy a mai nyugati divatos állásponttal, mely szerint az érzelmek mindenen felülállnak. Ugye? Tehát, hogy csak a mikroagresszió, meg ne bántsanak engem. Nem igaz. Tehát a dolognak a filozófiai része, vagy ha úgy tetszik, az antropológiai része, az abban érhető tetten, hogy az embernek szüksége van felfogásra, ahhoz, hogy érzelmei legyenek. Ahhoz, hogy szeressen, ahhoz például kell legyen a szeretetnek egy tárgya, amit fel kell, vagy egy célszemély, vagy valami hasonló, akit fel kell fogni aggyal. Egyáltalán kognitív, kell legyen egy kognitív alapja mindenféle érzelemnek. Mindenféle érzelemnek kell legyen kognitív alapja. Tehát tulajdonképpen nem tud az ember nem tud érzelmet érezni, nem tudom, kisgyerek nem tud lelkiismert furdalást érezni, mielőtt ki nem alakul benne az a dolog, hogy mit jelent az, hogy helyes és helytelen. Csak mondjuk egy ilyen egyszerű példát. Tehát kognitív alap szükségeltetik. És emiatt, mivel hogy mindenhez kognitív alap szükségeltetik, minden érzelemhez, az intellektus uralkodik az emóció felett, ezért az ember képes az érzelmén uralkodni. Még egyszer, egy picit ellentmond a nyugati filozófiának, mert a nyugati filozófiában ugye jellemzően ma azt szoktuk mondani, hogy hát azért minden, hogyha a szerelem mindent legyőz, a szerelem mindenem felüláll például, ugye? Tehát az, hogy te mit mondasz, az szinte mindegy is, hogy mit mondasz, a kérdés az, hogy ez bennem milyen érzelmeket vált ki. És hogyha a te mondásod bennem rossz érzelmeket vált ki, vagy általam nem kívánt érzelmeket vált ki, akkor te ne mondjad, amit mondasz, azért, mert vedd figyelembe, legyél olyan kedves az én érzelmeimet, ugye? Ugye? Tehát ugye ez az egész mai woke őrületnek ez az egyik tulajdonképpen az alapja, ugye? Hogy nem az a lényeg, hogy mit mondasz, hanem az, hogy ez engem hogyan érint. És hogyha ez engem rosszul érint, akkor már pedig te még a tényszerű dolgokat sem szabad, hogy közöljed, hiszen hát ezzel engem te megbántasz. Vélt vagy valós módon. Mikroagresszió, meg hasonlók, ugye? Ma ilyen divatos dolgok. Ezt mondjuk a 100 évvel ezelőtti parasztember ezzel úgy legyintett volna egyet, hogy ekkora baromságot én még életemben hallottam, de hát valóban így van. Ugye Ben Shapiro a híres, egyébként ortodox zsidó politikai kommentátor Amerikában, neki a híres mondás ez a facts don't care about your feelings. A tényeket nem érdeklik a te érzelmeid.
Tehát a te érzéseid az nincs, a tények nem, a te érzéseid nem kell, hogy latba vessenek bármit a tényekkel szemben, ugye? Tehát hogyha a tények maradnak akárhogy is, akármit is gondolsz róluk, akkor is, ha rosszul esik, a tény az akkor is tény, ugye? Ami most messzire vezetett, de tulajdonképpen a lényeg az, hogy az intellektus, az ember azért ember, mert tud uralkodni az ösztöneim, tud uralkodni az ösztöneim, az érzelmeim. Jó, tehát a 10 szférából az alsó három, vagy felső három, tetszés kérdése, az intellektuális attribútumok. Hochma, Bina és Dát, tudás, értelem és bölcsesség. Ezeket is hosszan tudnánk beszélgetni, hogy mik ezek, és akkor a következő, a következő három, ezek ilyen hármas csoportba oszthatók, ezek a szférák. A következő három az a Chesed, Gvura és a Tiferet. Chesed az jóságot jelent, a Gvura az erősséget, vagy erőt. Az egyik az egy a szigor, ha úgy tetszik, az egyik a jóság, kegyelem, szeretet, mondjuk, ez a Chesed, és ennek az éremnek a másik oldala az pedig a szigor. Akkor és a harmadik dolog, ami összeköti ezt a kettőt, ez a Tiferet, a gyönyör, vagy gyönyörűség, amikor ekvilibrium van, az egyensúly a kettő között, ugye a szigor és a jóság között, vagy a jótékonyság között, vagy a kegyelem között, vagy a kegyelem és a szigor, ugye ez pedagógiában is így van, ugye, mint az egyik a megengedőbb, a másik a striktebb. A striktebb, az autoriter, az egyik az autor, ugye, és ugye ezt a kettőt kell, például a pedagógiában, ugye ezt a kettőt kell ötvözni ahhoz, hogy a kettőt kell ösztönözni ahhoz, hogy a megfelelő időben legyél az, amikor a gyerekkel megengedő vagy, és kedves, és vannak, és a másikkal meg a határokat ki kell jelölni másrésztről meg. Tehát másrésztről meg kell húzni szabályokat, és kell legyenek szabályok, és kell legyenek határok. És a kettőnek az egyensúlyáról szól a pedagógia, ugye, vagy a szülői lét, hogy találd meg a megfelelő egyensúlyt, a tökéletes egyensúlyt a kettő között. Ez a Tiferet, ez a gyönyörűség, vagy a szépség, így lehetne fordítani a Tiferetet. És akkor a következő, csak sugok, mert itt van a jegyzet, a következő a Necach, a győzelem, a Hod, az is szépség, vagy az a gyönyör inkább, bocsánat, a Tiferet az talán a szépség, és a Hod az a gyönyör, és a Yesod az pedig az alap. Ez megint ezeknek az érzelmeknek a tovább fejlődése, a Necach, a győzelem, amikor ez megtörténik, amikor egyensúlyba kerül a Chesed és a Gvura, a jótékonyság és a szigor, egyenlőségbe kerül, ez lesz a Tiferet, a szépség, amelyből jön a győzelem, a felülkerekedés, ha úgy tetszik, az ösztönökön felülkerekedés, amelytől utána jön a Hod, ez pedig a gyönyör, majd ezután a Yisod az alap, vagy a megalapozás, a fundamentum, és ezután jön a Malchut, ez a harmadik, vagy ez van a tetején az egésznek, a Malchut az a királyság, vagy korona, vagy királyság, ez pedig tulajdonképpen ez már az Istenhez való kapcsolat, ez már ezeknek a szféráknak az összekötése Istennel. Na, tehát van ez a 10 szféra, és ez, ahogy mondtam, hármas csoportokba osztható, az első három intellektus, második három ez a Chesed, Gvura és Tiferet, aztán jön a Necach, Hod és Yesod, majd ezután jön a Malchut, tehát van háromszor három csoportunk, és tulajdonképpen, ha levesszük az intellektuális szférákat, és maradunk csak a 7 emocionális szféránál, akkor a 49 napos szfira számolás, a 49 napos Omer számolás, az ezzel a hét emocionális vagy érzelmi szférával játszik. Azaz, az első napja az Omer számlálásnak az a Chesed, Sebe Chesed,
a jótékonykodás a jótékonykodásban. Mindegyik szférában megtalálható a másik szféra is, egy bizonyos pici részben. Kicsit úgy kell elképzelni, mint a yin meg a yang, ahol benne van a fehérben a fekete, egy kicsit a feketében meg a fehér. Vagy úgy, mint a maszkulin és a feminin, a női és a férfi attribútumok. A férfiban is vannak női attribútumok, a nőkben is vannak férfias attribútumok, csak a nő erősebb, a női attribútum erősebb a nőben, mint a férfi, ezért vagy te nő, ugye? Ugyanígy az egyes szférák megtalálhatók a többi szférákban, csak kisebb mennyiségben. És ezeknek a napoknak erejük van, spirituális erejük van, amely erő az adott napon az határozza meg ennek az adott napnak a spirituális energiáit. Az első nap ez a jótékonykodás a jótékonykodásban, aztán az erő a jótékonykodásban, aztán a szépség a jótékonykodásban, aztán a győzelem a jótékonykodásban, és akkor véget ér egy hétes ciklus, és akkor következik az erő, és akkor van a jótékonykodás az erőben, aztán az erő az erőben, aztán a szépség az erőben, és így tovább. Így befejezünk egy hétnapos ciklus. Egy picit lehet, hogy bonyolultnak tűnik, de maradjunk annyiban, hogy ez a hét attribútum, amelyen keresztül Isten viszonyul a világhoz, ezek az attribútumok, ezek a szférák, azok az erők, azok az energiák, amelyeken keresztül Isten a világhoz viszonyul. Van, amikor a szigor elvén, van, amikor a szeretet, jótékonykodás elvén, van, amikor a gyönyör, vagy a szépség elvén, van, amikor a győzelem elvén, attól függ, hogy éppen az adott isteni energiák, az isteni sugarak, az isteni ráhatások a világra milyenek. És az Omer számlálás, Isten világhoz való viszonyulásának a számbavétele, amely egyben egy spirituális, egy lelki gyakorlat. Tulajdonképpen ez a dolog lényeg. Ez egy lelki gyakorlat, ami alatt elérünk az egyiptomi kivonulástól, hogy méltóak legyünk a Tóra elfogadására, a Tóra átvételére, és ez egy 49 napos procedúra, és az Omer számlálásnak a micvájának a kabbalisztikus lényege az pont az, hogy kihasználva az adott napnak az erejét, mindenki napnak, ahogy mondtam, megvan a maga spirituális energiája, akkor azokra az energiákra fókuszáljunk a saját lelkünket illetően, és ez egyfajta lelki tisztulás, ez egyfajta lelki gyakorlat, amely átvezette a zsidó népet az egyiptomi kivonulásnál, ugye azt mondtuk, azt meséltük, emlékeztek Pészach előtt, hogy az egyiptomi kivonulás előtt a zsidó nép nagyon rossz minőségű spirituális állapotban volt. Azt mondja a Talmud, hogy a bűn 49. bugyrába, 49. kapujába süllyedtek, olyan mélyre süllyedtek, hogyha nem hozza ki Isten a zsidó népet Egyiptomból, akkor elvész, akkor elveszik, eltűnik. Olyan alacsony minőségű, spirituális minőségben volt a zsidó nép, hogy Istennek muszáj volt kihozni őket Egyiptomból, mert nem tudtak volna megmenekülni, és elvesztek volna legalábbis spirituális értelemben. Mert hogy még nem volt a Tóra, még nem volt a zsidók birtokában a Tóra. Ma már, hogy van a Tóra, ma már, hogyha lejjebb is vagyunk, ne adj Isten, spirituális értelemben, ma már a Tórán keresztül van egy eszközünk arra, hogy kimásszunk a gödörből, ebből a 49. bugyorból, és ez a lelki fejlődés, amelyen a zsidók nép keresztül ment az egyiptomi rabszolgaságtól, ahhoz, hogy méltó legyen arra, hogy Isten házasságot kössön a zsidó néppel, ez a 49 napos folyamat, amelyet megismétlünk, vagy imitálunk, vagy saját magunk lelki gyakorlataként végzünk ebben az időszakban, ebben a hétben. Beszélünk erről még a jövő héten, és majd beszélünk a Kohanita áldásról. Köszönöm szépen a figyelmet. Jövő héten, már micsoda jövő héten, mit beszélek? Holnap este 8-kor találkozunk.